Sziasztok! Zozók vagyok. Játszok, és folytatom tovább a Dragon Quest 11 végigjátszás. Más lett a háttérkép. Nem tudom, mi alapján változtatja. Elértünk volna valami olyasmit? Lehet. Folytatjuk a kalandot. Innen folytatjuk a kalandot? Igen, innen folytatjuk a kalandot. Őrület. 130 óra. És úgy, hogy igazából... Hol vagyunk még a Tikitonvárostól például? Basszus, pillanat? Na, két vagyok. Szerintem semmi új nincsen, ugye? Semmi új nincsen. Basszus, várjatok. Mit? A Dungeon-t. Dungeon. Hát békésen pihentem. A Dungeon. Az erre van. Erre van? Erre. Ugye megnéztük azt a titkos szobát, hol föl lehetett menni, de akkor voltam már ott. Átengednek? Vajon? Átengednek, szuper, nagyon jó. És... Akkor... Nem, kincskereső úr. A hiszi, a piszi. Ó, hát te mit keresel itt? Eltévedtél. Fázol. Igen, vannak rabok? Jó. Hogy megyünk? Alsó szint. Itt semmi. Hoppá. No. Tehát... Csatornákat is nézzük meg, szerintetek? Én úgy emlékszem, hogy a csatornáknál is, mintha lett volna... kincs. És tehát akkor itt most, várjátok, akkor itt most, ezen a részen... nincs. Jó. Szerintem lemenjünk először a börtönöknek erre a szintjére. Oké. Okay. Jó van. Unatkozol. Megsugom, hogyha a jövőben lennénk, akkor játszhatnál kézi konzollal. De hát akkor itt még nincsen, úgy néz ki. Vagy, hát tökikém, olvasni tudsz? Könyved van? Ennyi? Önnyű meg egy bombi. Na. És akkor jól emlékeztem, gyerekek, hogy van itt egyikben két kincses láda is. Kingos Swindlers. Ez mi lehet? Valami fifikás öltözék lehet. Ha már az a neve, hogy Swindler. The School Helm. Jó, szerintem... Be tudunk ide menni? Nem. Mit akarsz, mumóc? De jó, nagyon jó. Mumóc. Mit jelent a mumóc? Már ha jó fordította le, mumóc. Basszus. Mumóc. Ez
lehet, hogy magyarul kéne beírnom, tehát hosszú ékezetekkel. Gyerekek, én ezt most megnézem. Mu-mót. Hát ez érdekes, mert semmit nem nyom ki nekem. Mu-mót. Mi a büdös van ez a mu-mót? Miért így fordította le a fordító? Hogy mu-mót. Nem lettem okosabb, gyerekek. Legalábbis így a gyors rákeresés alapján. Igen. Be tudunk menni? Hát, ha lesz mini érme. Nem? Nem. Mumóc! Mit akarsz, mumóc? Te érdekes, tehát, hogy valamiért ugye lefordította a gépi fordító erre. Hát jó van, srácok, akkor igazából... itt nyenyó. Na, jobban tudok aludni, reményeim szerint. Ezek után. Akkor menjünk föl. Basszus, ne. A biztonság kedvéért, Úgy jön, oké. Hát, ha valamit nem veszek észre. Ó, rendítsek. És akkor ugye így sincs. Igen. És merre kell fölmenni? Csatornákhoz megyünk. És ezen a részen nem is voltam még. De... Oké, tehát itt már voltam. Most nem voltam itt. De megnézzük akkor még egyszer. Na és akkor csatornákkal megnézem azt. Szerintem csak annyi, hogy... hogy van-e itt kincs. Ha nincs... ha nincs, akkor gyerekek, megyünk vissza, mert nem hiszem, hogy... De amúgy ez csak ennyi, vagy itt tovább lehetne menni? Jó, engedi nekünk a játék. Nem tudom, várjátok, nézzük meg a térképet. Barlangok. Lehet, hogy le kéne menni a barlangokhoz. Ugye le tudok ott menni. Végig kéne... Nem, harcoljunk csak egyet. Ó, bassza meg! Hendriknek a mannája. Ez kevés lesz. Basszus. Ajajajajaj. Képességek. Nyomjunk egy multitrustot. Megnézzük, hogy milyen erősek leszik az ellenfelek. Mennyit kapunk értük? Ha ugye kapok értük mondjuk, hát ezért a kettő nem hiszem, hogy 5000-et kapnék. Sőt, már meg is ölte. Így van, akkor ez nagyon gyenge lesz. Akkor inkább kikerülöm őket. És a barlangok. Figyeljetek, az amúgy nem olyan vészes. Ahhoz képest 3000 pont. Oké. Szerintem ezt még felesleges ugye megnéznünk. Nem? Szerintem ezt felesleges megnéznünk. Tudjátok, mit akartam még? A mók, a kovácsműhelyt. Mit kaptunk? Ezt én soha nem használtam, és nagyon kíváncsi lennék, hogy ez érdemes, tehát hogy tudnánk. Csak értitek megint, tehát, hogy erre használjam föl a fordulóban azt az egy lehetőséget, hogy mondjuk akkor Erikkel ugye csinál, el tudok lopni valamit, és akkor nem támadom. Hát én nem tudom. Erikre lehet amúgy csak rakni, ahogy nézem, igen. Ügyesség plusz 33.
Csaló király? Csaló király, aha. Ha ugye ténylegesen nagyon-nagyon-nagyon belemerülnék, ugye, akár most a Dragon Quest 11-be, de akár ugye a sorozatban, akkor lehet, hogy ezeket itt érdemes lenni kipróbálgatni. Hát mivel ugye nincs kincs ezen a részen, ott biztos, hogy voltam, tehát akkor menjünk, hogy megyünk? Követjük az utat, és majd balra fordulunk, és megint balra fordulunk. És szerintem most, ha csak nem muszáj, akkor nem... nem tudtam mellettük elmenni. Tehát ha nem muszáj, nem harcolom. Ezt akartam mondani. Viszont... hamar megvannak. Mik erre figyel? Ó, valaki visszaverte rá a támadást. Na gyerünk. Igen. Akkor jó, nem, ez. Oké, és menj innen. És akkor balra. És akkor... Jaj. És akkor itt megint... Hogy van? Nem, itt balra. Igen. Itt szerintem voltam. Így van. Jó. Nem. Tovább. Oké. Jó, most már itt leszünk. És szerintem... Ha itt nem lesz semmi... Bárjuk, hogy van még? Van még tovább? Nem tudom mennyire veszi egybe ezt a régiót. Tehát, hogy alsó részt is, értitek? A sárkányal ugye megküzdöttünk. Csináljuk meg azt, hogy kincskereső orr. Szerintem amúgy itt nincs, így van. Tehát ez elég egyszerű terület. Sincs semmi. Lenézek én azért a ballamokhoz. A lényeg srácok, hogy akkor nem fogok már visszajönni, hanem természetesen gyors utazunk egyet. Hopsz. A sárkány visszatermelődik? Ez másik sárkány lenne? Hát nem jegyeztem meg, mondanom sem kell, hogy melyik sárkánnyal küzdöttem itt meg egyszer. Ha jól tudom, kaptam is érte valami jutalmat. Jó. Hát bepróbálkozunk nála megint, és akkor ez így ennyi. Leszakadt alattunk a létre, vagy itt pont fordítva, hogy onnan jöttünk valahonnan? Nem tudom, mindegy. A lényeg, hogy csak úgy tudnánk fölmenni ott, hogyha lenne itt valami repülő. Hátas, de nincs. Na nézzük akkor a sárkány gyereket. Lehet, hogy ugyanúgy ilyen Black Dragon volt. Kijön most Zozo. Zozo egy jó nagyot csapjon rá. Hát azért ő erősebb, így van. Akkor ő pedig... Igen. Oké. Kezdődik a sérülés. Legyen ez. Most ő jön. Hát gyerekek, szerintem Harry kell. Csak simán rácsapunk egyet. Hát meg is lesz. Jó, hát ez nem volt erős. Akkor sem volt erős, amikor harcoltam vele. Habár izgultam, nem is kaptunk sokat. Habár izgultam, jól van, srácok. Akkor mit csináljunk?
Jó lenne Harryknek föltornázni a mannáját. Ugye, várjátok, Harryknek esetleg... Hát, arrébb van még a következő szintlépés. Akkor... Zoom. Nézzünk valami kempinget. Ja, ott a legegyszerűbb. És ha jól látom, akkor éjszaka közepe lesz. Tehát hajnalig nyugodtan pihenhetünk, vagy alhatunk. És ennyi. Meg aztán lehet, hogy kézzel mentek is egyet még egyszer. Így van. Nem akarok semmit sem csinálni. Hajnalig. Megnézzük, hogy még milyen mellékküldik vannak. Szerintem. Mert ugye egyrészt hát, ha elvisz valamelyik olyan helyre, ahol más érdekesség is lesz. Mentünk egyet. És akkor ide. Nem csináltunk pisi ellenőrzést, basszus kurva. Azt én értem, hogy mondjuk itt is valószínűleg, hogy csinálhatnánk ki kincskeresést, de hát azzal talán én annyira nem akarok foglalkozni a kincskereséssel. Habár szerintem ugye, ha össze szeretném gyűjteni az összes mini medált, akkor nem ártana. De nem akarom összegyűjteni. Nem? Igen. Útközben. Igen, ezt nem akarom. De, tudjátok, ha valami frankót adna, ez a Venus Tier, ez ugye valami ruha, kiegészítő ruhadarab, tököm tudja mi, de ne, hát nem, annyira engem nem érdekel. Akkor megcsinálnám, de így nem. Ezt ugye nem, igen. Ó, ne! Használt az egyet, ott Tantusz lelkesítőre egy készíts belőle, nem? Gyerekek. Agatha of Evolution. Ez lehet, hogy még hasznos is. Tehát lehet, hogy ezt néz? Ezt meg kéne néznünk? Nem? Akkor legyen ez, tehát egy csillagászba alapozom annak kérdés, hogy hoznék egy darabot ördvin lámpásából néz körül, alaposan a várostól északra fekvő sivatagban, és talán megtalálod, amit keresel. Ú, basszus kulcs, akkor ez nagyon bonyolult lehet. Jó, hát akkor megyünk Gallipolis. Gallipolis város, és hát nem tudom, a dél, ugye észak. Észak. Gondolom a romokhoz kell megint visszamenni. Gondolom én. Amúgy végső soron így nagyjából itt vagyunk. És itt kéne nagyon alaposan körbenéznünk. A várost egy észak fekvő sivatagban. Tehát remélem, hogy úgy érti, hogy nem kéne át, de lehet, hogy aztán át kéne mennünk a következő szintre. Sőt, várjatok, ha már itt vagyunk, így ennyire északon, és haladnánk ugye délre, vagy lehet, hát már úgy délre, hogy haladunk a ősi romok fele, hogy jó, ezt egy picit körbenézek. Hát, ha nem tudunk átmenni a vizet. Hát, ha...
Jó, oké, nem tudtam rácsapni. Kaktolot? Mi van kaktolot? Milyen, mennyire leszel erős? Jade. Elég szépen belesebez. Zozo. Reb. Henrik. Néni kédet. Szép volt, szép volt. És még számos? Még? Jade? Te szar. Ó, oh, baby, az azóban is jó erősöd belecsapott. Jó, oké, most már elkezdett sárgulni. Akkor jövünk Jade-del. Jövünk Zozóval. What? Ja, mert ilyen káprázat alatt vagyunk. Rebbel szerintem, srácok, azért időszerű lenne egy multihelt elnyomni. Egy picit visszatöltjük az életerőket. Ne érjen minket azért meglepetés. Henrik jön, Henrikkel ugye nyomjuk ezt. Várjuk, ez a felkönszlás. Ez 4 manna pont, ez 8 manna pont. Nézzük meg ezt, hogy... 376. Nem annyira rossz, gyerekek. Nem annyira rossz. 6400 TP. Jaj, de jó, Jade szintet lépett. Összesen 19. Hát majd valamikor megnézzük a képességpontokat, de nem most. Oké. Okozhat meglepetést ez a kis rohadék. De nem volt annyira vészes. Jó. Tehát én amondó valék, srácok, hogy... Tehát így most nagyon durván így körbenézünk itt ezen a részen, de... Lehet, hogy biztonság kedvéért, mivel itt vagyunk most éjszakon. Hoppá! Ezért én fölnézek abba a régióba. Az egy zsákutca régió, ott küzdöttünk meg a tököm tudja mivel. Mivel? Valami szörnyel. Valami szörnyel. Ferisz hercegnek volt valami feladata. Tehát nem tudom, hogy érti az északi részt, értek. Mindegy, tehát itt vagyunk, gyorsan elfutok oda is. Legfeljebb azt megcsinálom, hogy visszafele. Visszafele, gyerekek, majd visszajövünk ide a gyors utazással. Nem, bocs, erre kéne mennünk. De azt mondja, hogy jó alaposan nézünk körül, hát... Oké, figyelj, mi lenne, ha ezzel megküzdenék megint? Nem tudok megint rácsapni. Vésőksoló nem olyan nagyon erős. Adja elég szépen a TP-t, 6000-et. Haladjunk. Iszonyú sok vizet iszok. És majdnem fél liter vizet ide készítettem. Ásam ide. Oké, Zozo egy kicsit... Hát inkább ugye rep gyógyítsom. Hogyan? De varázslat? Full hell? Zozo. Ó, csoda történt, Henrik fel van pörögve. Képesség, és akkor maradjunk ennél a Falcon Slash-nél. 4 mana pont költség, egész szépen belesebez. Na most nem. Mit? Ja, az lehet, hogy nem figyeltem és volt egy kritikus. De megint Henrik jön.
Nem, nézzetek, Fran, miért? Nem, kicsit kevesebbet rak bele. Jade hozza a formáját. Jön Zozo, hát szerintem... necces. Szerintem nem lesz még meg. Ha csak nem kritikus lesz. Oké, na és akkor most Reb is. Nyomhat egy ilyen kazamot. És lehet, hogy meg is jöli. Ó, hogy kiterült. Szegénykém. Na, ott a következő, de most azt már kihagyjuk. Jó. Ami még egy kicsit engem érdekel, az a jelszavas tikik, hogy megtaláljam őket. Tikitonok. Tikikék, tökikék. Ez mi volt? Mi lehet a fifika? Hogy tudjátok, hogy nagyon alaposan néz körül. Baby. Ott van valami. Ja, és úgy, de akkor nem is kell átutazni? Én úgy emlékeztem, hogy ott még volt egy ilyen utazásunk. Ez lesz az... Lantensáv. Nem? Ja, de! Ott van, Lantensáv. Bocs, de. Azaz. Szerintem meg is küzdünk itt ezekkel. De jó, hogy eljöttem akkor ide. Én úgy emlékeztem, mondom, hogy itt még, mintha itt át kellett volna még mennünk valahova, de nem, akkor nem. Tehát, hogy itt ennyi, tehát, hogy itt Zsák utca van, arra emlékeztem, de hogy nem kell itt tovább menni valahogy. Basszus, nem tudok rácsapni. Prusász. Hát ez is annyira aranyos. Hülye lógó nyelvével. Henrik jön. Henrikkel akkor nézzük a Falcon Slash. 100? De miért? Teljesen jó, hogy hozza a formáját. Oh baby, kritikus találat. Zozónak. Reb. Jó, oké, elkezdődött. Kezem. Ez meg is lesz. Gyerekek, 4600, tehát nem vészes. Jaj, sorry. Nem vészes és ennyi. Na de viszont gyerekek, látok, nem. Menjünk ide. Kis türelmet. Itt vagyok, ragyogok. Szerintem legyőzzük őt is, és akkor szépen lehagyjuk a küldit. Nem volt nehéz szerencsére. Csak tényleg így nagyon éjszakra kellett jönni. Hogy ő támad. Ő kétszer. Jól van. Henrik. Mik vannak még itt? Hát ezt nem tudom, hogy egyszer kipróbáltam és ez nem volt annyira vagány. Ezt az a baj, hogy ma 3 mannapont költség, tehát nem olyan erős ez. Na, várjatok, itt van egy új.
van egy új, négy kegyetlen támadás, ami megszégyeníti a Falcon Slash. Vagyis ezt. Többe is kerül mondjuk. Többe is kerül, gyerekek. Nézzük meg. Lehet, hogy lesz Henriknek valami jó támadása. Oh, baby, nem volt rossz, gyerekek. Nem volt rossz. Mondjuk egy picit azért sokba kerül. De mindegy. Ne kukacoskodjunk. Ne kukacoskodjunk. Zozóval... Támadunk egy ilyet. Rebel egy ilyet. Szerintem meg is lesz. És nem, majd nem árt azért még gyógyítani magunkat. És vissza mágia, és hova kell mennünk? Vissza a városba, ugye? Bocsánat. Nem állt a kacsámat. Galapolis. Galapolis. Ott van. Igyatok sok üzet, azt tudom mondani. Pláne ilyenkor nyáron. Vagy tavasszal, nincs nyár. Május vége van. Ha jól tudom, akkor ugye ő ez itt fönt. Igen. Igen. Oké, szuper. Eddig is tudtuk. Várjunk. A rúnák jelentése azonban egy kicsit rejtélyesebb. Valami olyasmi, hogy rátok bízva a jövő emberei. Ez mit jelent? Örül ránk bízta az erei? Rátok bízva a jövő emberei. Hát gondolom azokra, hogy ugye a megfigyelőkre gondol. Lényekre. Valami. Oké. Van ott egy Uber Agat of Evolution, aha. Jó. Azok mások egy picit. Ácsi, ez micsoda? Valamit, igen, talán kaptunk ilyeneket, egy bot. Heavy Vents. Egy bot, amelyben az óceán szelleme lakozik. Ugye, két, ugye, Heavy Vents karakterünk van. Így van. A természet család szörnyen átalakozott sebzés megnőkedett 20%. Hát, nem tudom. Meg kéne nézni, hogy kinél mi van. Picit kevesebb a mágikus erő, és még a Veronika. Hát, akkor lehet, hogy ezt most így hagyom. És akkor... Sötét sebzés csökkentésen 25, elátkozás esélye csökkent 25%. Érdekes, hogy a két varázs használóra is föl lehet adni. Nem rossz amúgy. Ugye az a helyzet, hogy azért mind a... Hogy van? Serena? Tehát, hogy én ezt lehet, hogy nem cserélném le gyerekek. Róla, tőle. És ugye ez van szerintem Reben is. Nem. Neki ez egy jobb fajta. Neki ez egy jobb fajta. Ki volt még? Erik? Ugye Erik? Ez viszont lehet, hogy... Vissza. Ez viszont lehet, hogy lecserélem. Erik, ugye? Jó, szerintem hajrá. Áthelyezés és Erik. Erik a viking, egy picit még a védekezés is nő, de reménykor reményem szerint ugye hasznosabb.
Jó, szerintem Eriknél ezt gyorsan el is pakolom. Kis kölyök mit csinál? Jaja, ott van az ördvin lámpása. Érdekes, hogy megint ilyen itt van. Nézzünk egy küldetés valamit. Ez mi is? Igen, ez esélytelen. Nem akarom megcsinálni. Bongo. Várjatok. Igen, ez is ilyen hülye, oké. Ezt meg ugye, hogy még nem fogadható el, ami érdekes. Igen, várjatok, ez az ágyú. No, hát akkor megyünk Lonaluluba, és megnézzük az ágyút. Mit csináltam? Bocs. Lonalulu. Zoom és Lonalulu ott van. Gyorsan ígyunk egyet. Nem tudom, és nagyon szomjas vagyok. Hát én nem tudom, hogy... Szeretném-e a sellőket? Sellőket, te nem tudom, ki vagy. Nem is érdekel. Látok, hogy kell fölmenni az ágyúhoz? Lehet, hogy onnan fönt északról? Aj, basszus kulcs. Mert ott fönt van az ágyú. Vagy itt van valami járat neki-e? Na, nézzünk be ide azért, a biztonság kedvéért. Elfelejtettem már. Nem, innen nem látok semmit. Akkor szerintem pedig kizárásos alapon az északról van, csak ott is hogy kell fölmenni? Itt szerintem itt simán. Van itt amúgy nekünk még kincsünk, nem is? Basszus. Hogy a büdös franc van itt 11? Hogy a büdös francban van itt 11 kincses láda. Az biztos, hogy ott van egy ajtó, szerintem akkor még nem nyitottam ki. Hol vagyunk? Lehet itt csak egy lesz, szerintem. Kicsit reménykedtem benne, hogy 5. Nem. Baby. Mindjárt megnézzük, hogy mi a büdös pitchen ez. Valami ruha, páncél, vagy mi volt? Seed of Life. Mini medál, szipi-szupi. Ugye 4 vagy 5 kell. 4 vagy 5 kell. Hát, legyen inkább 5. Oké, és akkor megnézzük azt, hogy... itt van. Ho, baby. De nem vagyok benne biztos, hogy jó. Eriknek ugye nagyon jó páncélja van, szerintem. És Zozónak is inkább maradjon az a mirror valami páncél. Visszaverjük, ugye, a cuccokat. Hasznos szerintem, hogyha visszaverünk valamit az ellenségre, és még így is sebezzük őket. Mennyi is?
Nem? Hát szerintem az 20%, ugye? Hát szerintem az 20%. Azt beszéltem meg magammal. Oké, itt vagyunk. Ácsi, de... Nem volt itt valaki, akivel még lehetett beszélni? Várjatok, várjatok, ő nem az van, hogy hajnalban van itt? Hogy hajnalban szeret ágyúzni. Ops, baby. Akkor pedig aludnom kell. Hajnalig, szerintem, és beszélni velem. Ami azt jelenti, hogy hát jó sokat kell aludni. Nézzük meg még egyszer, a biztosan, hogy biztos alapon küldet és katalógus. Nem tudom melyik volt. Aha. Hosszú feketet, mint a hal, úgy tűnik emlékszel, hogy bizonyos lónalók szeret a nagyönös rányáró dolgokat. De úgy emlékszem, igen, tehát, hogy reggel szólal meg mindig az ágyú, nem? Tehát, hogy akkor lesz itt. Na, hát akkor go vissza. Azt nem emlékszem, hogy azt is mondta annó, mikor ide följöttem és tudtam vele beszélni. Ugye tudtam vele beszélni. Mindegy, nem emlékszem már. Mennyi pénzünk van? Na, figyeljetek, lehet, hogy egy picit be is rakok a bankba, ha már itt, hol vagyok? Ez az? Ha már itt vagyok, akkor mondjuk egy 9000-et berakok a bankba. Úgyis harcolni fogunk még, és növekedjen csak az összeg, hiszen azért lehet, hogy még... akár ott a óratornyos, nem óratornyos, a csemetés helyen, hogy ott... Várjátok, tényleg oda is vissza kéne menni és csinálgatni a küldetéseket, és nem csak a kardot kiválasztani, hanem a többit is megnézni, hogy egyáltalán mik azok. Ugye néztem, hogy ott van két nagyon ilyen poénosnak szent valami jutalom. Na mindegy, lehet, hogy azt is érdemes lenne megnézni. Igen. Legyen akkor 9000, és akkor a többi az marad nálunk. Köszönöm. És akkor alszunk hajnalig. Nyugodtan maradhatunk, úgyhogy pihenünk is. És akkor hajnalig. Teljesen mindegy, melyiket válasszuk most. Teljesen mindegy, hogy mostan melyiket válasszuk. Nagyon várom már az ebédet, srácok, mert... ez érdekes, hogy gyerekkoromban nem szerettem. Várjuk, és akkor hogy megyünk? Nem? Gyerekkoromban nem szerettem, de most szerettem a spenót főzeléket. A tök főzeléket még mindig nem szerettem annyira, de azt is megeszem. De most nagyon rákattantam a... nem tudom már hány éven, hát nem most. Szerintem így már fiatal felnőttként is rákattantam a spenótra. No! Ácsi. Nincs itt. Akkor ez nem jött be, bassz. Ácsi, vártok. De hogy tudom ezt elvinni? Oké, de hogy tudom ezt elvinni? Hol van az a hölgy akkor? Jó, kell keresnünk valami nőcit, hölgyet. Én azt hittem, hogy itt lesz. Hát nem emlékszem már rám, hogy volt, de én úgy emlékszem, hogy itt tudtam vele beszélni. De az is lehet, hogy rosszul emlékszem, és valahol a parton beszél, aloha. Na azért gondoltam azt, hogy ez nem Okinawa. Ugye Kristóf mondta, hogy Okinawa, ott is alohával köszöntenek. Ugye Hawaii az aloha, az biztos. Na várjátok, hogy vagyunk?
Hát, ő nem. Igen, ezt nem csináljuk. Nézzünk be. Eszembe jutott valami szerencsére. Nézzünk be, hogy vagyunk. Nem. Nézzünk be. Itt van az ágyús valahol. Itt. Aha! Aha! Te jó, hogy eszembe jutott. A térdemre fektetlek, uram. Nem kéne, köszönöm, nem kéne. Kanon, ó, kanon. Hát, és én, igen, és szerintem én itt voltam, azt tudti. Viszont, hogy gyerekek, hol van ennyi kincs itt elrejtve, azt nem tudom. Mondjuk elég ilyen zegzugos. És nagyon alaposan így körbe kéne néznem, forgatva a kamerát, hogy hol vannak kincses ládák. De most nem fogunk vele foglalkozni. Hanem megyünk, srácok, Nautikába. És leadom ezt a küldit. Akkor ez is megvan. Hány óra van? 49. Mármint, hogy 49 perce megy a felvétel. Nyugodtan lehet ez is akár 2 órás videó. Most ugye van időm. De majd meglátom. Még az is lehet, hogy leállítom a felvételt, és indítok egy újat. Mert annyira nem jó nekem sem ezek a két és fél órás videók. Mert látok, hol van itt a kurátornak a... Ott fönt. Ahhoz pedig el kell mennünk szerintem, és halál kell változtatni magunkat. Szerintem ott fönt van. Mit akartam mondani? Ja igen, tehát hogy nekem sem jók annyira ezek a két és fél órás videók, hiszen le kell kódolnom. Át kell néznem. Mondjuk nem szoktam olyan nagyon durván részletesen átnézni. Oké. De jobb így, hogy 2,5 órás videó. Itt is ki tudunk menni, ugye? Jó. Nem tudom, hogy múltkor miért nem figyeltem erre, most mindegy. És hol van ez a rész? Hát, ha már itt vagyok és megláttam. Red Eye. Ez lesz az. Nem tudom, mi lesz. Még így névről sem nagyon ugrik be, hogy ez mi lehet. Már... Nem, várjátok, először... le tudom így is rakni? Ó, nem. Nézzük meg először a küldetés katalógust.
Igen. Igen. Visszamegyünk Galapolisba. És át kell néznem a könyves polcokat. Talán szerencséd lesz, a Galapolis nemesi házainél könyves polcai nézett. Ez mit jelent? Menjünk be a kastélyba? Jó, oké. Szerintem akkor a kastélybe fogok először bevenni. Zoom. És akkor... Galapolis. És gyorsan meg is nézem a kovács csolást. A kovács csolást. Mi a büdös francot kaptunk? Egy tüskés tör. Az törnek néz ki? Az biztos, hogy tör? Az nem tör. Mert... szerintem nem inkább lándzsa. Spurs. Ott van. Az lándzsa basszus. Mert ugye néztem, hogy Jade-nek lehet adni, és Selenának mit csinál? Á, nem, akkor már hagyom is a sunyiba. És akkor menjünk először szerintem a kastélyba. És szerintem elnézek... Hát, jobbra és balra. Először menjünk akkor Ferris hercegnek a szobájába. És megnézzük ott. Megnézzük ottan a könyves polcokat. Vagy polcot? Kettő van a emlékeim szerint. Lehet, hogy itt lesz az, hogy a jobb oldalit akkor el tudom majd... Tudom majd értelmezni? Ó. Ezt itt meg már néztem, ugye? Igen. Többször is. Beszéljünk esetleg... Összetörünk nála egy-két korsót. Nem? Beszélünk, ha már itt vagyok, Ferris herceggel. De ez, szerintem ez, igen, tehát ez megvan. Nem jött be a tippem. Ácsi bácsi. Emlékszem, hogy itt van-e könyves polc. Van. Ez nem az. Már eszembe jutott. Gyorsan el is nyomom, srácok. Ha már itt vagyok, akkor lehet, hogy... Itt is amúgy ki lehet menni, ugye? Nézzünk csak ki. Van itt valami érdekes? Pluszba. Hát szerintem nincs. A szultánnal beszélünk. Sőt. Szerintem a feleségével is. Szerintem akkor nem lesz ugyanez. Passz.
Ott van egy könyv. Csillag őrzői. Istenem. Hát nem hiszem, hogy itt lennének. Nem tudom, azt se tudom, hogy itt van-e esetleg könyvespolc. Ugye, mármint, hogy itt az istállóba tudjátok itt érdemesek körbenézni. Jó. A templomba esetleg még megnézhetjük természetesen, ha bár ugye az templom, gondolom akkor azt mondta volna. De ki tudja, nem tudom. Illetve ha itt vagyok, akkor mentek is szerintem. De itt nincsen most könyves polc. Ácsi bácsi, nem? Ez mi csodi? A kijárat, nem? Aha, jó. A papunkat szörnyek öltek, a városon kívül sétált, és a gyermek segítségére sietett. Látok, hogy ennek portocska elvetik az életét. Kint van még egy gyermek? Nem tudom. Nem emlékszem. Ott voltam. Nem lehet bemenni. Oké. Okay. Bocsánat, csak itt betörök. Hát lehet, hogy még a cirkuszba is érdemes benézni. Ha sehol máshol nem fogom megtalálni. Nem tudom, hogy itt voltam-e, de voltam. Ha csak nem, alapból is üres volt a szekrény. Ez itt micsoda? Égi homok halálos lakója. Az volt valami soklábú szörny. Oh baby. Itt nem voltam. De sötét van. Tesó, ablakot kéne nyitni. Nem tudom, hogy voltam itt. Esélytelen, hogy így emlékezzek. Lehet, hogy nem voltam. Oké. Akkor ezzel így megvolnánk. What?
Azt a büdös mindenit? Azt hogy? Beszéljünk, hogy... Megengedem. Már rég volt puff-puff, hiányzik. Ó, hogy így megyünk be! Ó, hogy így megyünk be. Szipi-szupi. Oké, hát akkor egy puff-puff fér. Itt most körbenézek. Az talán pont egy... manna növelő. A puci meg is nézi. Hát itt nem látjuk, akkor lehet, hogy nem az volt. Ez esetleg... Nem hiszem, hogy valami túl durva lenne, ugye? Ezt sokkal hamarabb kellett volna megtalálnom. És ja, és akkor szerintem ennyi. Igen. Igen. Zozo idegesen maga hagyja mögött. Hagyja maga mögött a barátját. Hűha, mi lesz itt, gyerekek? Hűha. Hűha. Nem. Nem. Hát akkor... Puff, puff. Ja, hogy még le is kell ülnem az ágyra? Ó, de bonyolult. Hát, gyerekek, mi lesz ebből? Voltam amúgy itt? Még az is lehet, hogy voltam, mert ki tudja. Ó. Ó. Csikkalandoz, mit csinálunk itt? És egy alfot, az mi akar lenni? És egy alfot. Hör, hör. Mi a büdös franc történt? Mi? Édesem, ismerd meg apámat, ő a legnagyobb pufú gyakorlója a világ minden táján. De ezért kellett lehol kapcsolni a kurva villanyt. Jól van, gyerekek, még egyszer nem jövünk ide. Ajajajajajaj. Ajajajajajaj. De jó, nagyon jó, jó kis humoros hülyeségek ezek. De akkor viszont itt nincs itt semmi. Tehát bejutottunk, nincs itt semmi extra. Kurva élet. Jaj, hülye játék, bazzik, ez most nagyon jól esett. Jó, Istenem, bazd meg. Ó, jó volt, jó volt, jó volt. Nagyon jó. Aj, basszus kulcs. Jó van. Na gyerekek, ez viszont az a helyzet, hogy... Hol a büdös franc... És ez szerintem... Most vagy úgy van, hogy ugye... Természetesen nem kerül... Ó. Oh. De már... Jó. Tehát, hogy ugye... Érdemes végignézni az összes helyszínt, mert nem tudom, hogy... Hát jó. Mikor kerülünk, tehát hogy most kerül hozzánk, ugye? Lehet, hogy én átkutattam már a könyves polcot, csak akkor nem került hozzánk a küldetéstárgyunk. Háj, bassza meg, ez nagyon jó volt. Beszéljünk el esetleg? Jó. Tőle kaptunk egy küldit. Anno-banno... Itt szerintem én itt már voltam, ugye, rémlik. Aha. Hopsz. Megnézzük, hogy van esetleg itt új dolog. Szerintem nem lesz, de mindegy. Nézzük még meg ezt a házat. Ahol nem tudunk bemenni. Ó, baby, nem tudunk bemenni. Hát ezeket tudja, hogy megnéztem. Ja,
Gyerekek, hogy a fityfenébe van? Arra kértek, hogy keressétek meg egy meglehetősen romantikus levél következő részét, amelyet egy minisztrel talált Arboriában. Talán szerencséd lesz, ha Gallipolis nemesi házainak könyves polcain nézelődsz. Hol nem voltam? A cirkuszban még nem voltam, oké. A kastélynak még lehet, hogy van olyan része, ahol van valami. De nem tudom, nem hiszem, miért itt lenne, értitek? Miért itt lenne? Itt nem lehet átmenni? Nem, basszus. Akkor menjünk be az oldalsó bejáraton. Nézzünk be ide még egyszer. Itt nem volt valami könyvespolc? Hát nem. Akkor passz. Mert ez ugye nem nemesi ház. Most benézek ide persze. Hát semmi. Passz. Most nem már, most tényleg ezért nézek meg megint egy rohadt YouTube videót. Mert valami hülye fifikája van ennek, amit én nem veszek észre. Beszélnem kéne valakivel. Tehát, hogy értitek. Nem már. Ugye itt nem hiszem, hogy itt lett volna bármi is lent. Nem emlékszem rá, hogy itt lent lett volna könyvespolc. Jó, mert nézzük meg, bassza meg. Nem tudom. Nem emlékszem, nem pont arra figyelek. Ácsi? Oh, baby. Viszont itt nem voltam. De jó, hogy lejöttem. Még gondolkodtam azon, hogy gyerekek, nincs értelme, hiszen itt nagy valószínűség. Oh, fireball. És ez mit csinál? Csinál valamit egyből? Vagy mi ez? Oké. Ezt nyomjuk el. Használd a címzetten. Szerintem itt ezt adjuk a legkisebbnek. Az a baj, hogy... figyeljetek, 5, az is valami. Lehet, hogy pont annyi hiányzik. Hányszor volt, hogy... Sőt, volt olyan, hogy egy HP-ja volt. De jó, hogy lenéztem ide, basszus kulcs. Jó, nem szabad, mindent újra be kell járni, mert ugye úgy sem emlékszem már, hogy mit, hol, mit találtam, meg mi van. Újra be kell járni mindent. Teljesen mindegy, hogy milyen hülye ötletnek tűnik. Teljesen mindegy, hogy milyen hülye ötletnek tűnik. Nem tudom, még lehet, hogy akkor... Na. Meg lehet, hogy visszanézek... a kastélyba, mert... Panyek, nem állt, tehát... Van itt olyan ajtó, ami zárva van. És hogy oda máskor lehet bejutni. Vagy valahonnan föl lehet mászni. És úgy bejutni. Jó, de hát én most itt... Figyeljetek, nem érdekel. Megnézem még a kastélyt. Hogy hát ott volt valahol eldugva valami. Ácsi? Versenynaptár. Jó. Ö...
itt volt egy küldi. Fú, basszus. Még az is lehet, hogy... Nem. Voltam. Várjatok. Jó. Hogy beszélek az ilyen nőkkel, hölgyekkel. Itt bent is volt egy. Hát, ha náluk lesz a levél. Vagy mondjuk asztalt is érdemes lenne figyelni. Basszus. Ha már ugye levélről van szó, azt levelet írni szoktak, tehát hogy íróasztal. De szerintem hagyom a sunyiba, gyerekek. Még beszéljünk ezzel a szobalánnyal. Oké. Nem hagyom a sunyiba. Sőt, 1 óra 14 van. Jó, lehet, hogy akkor megnézzünk még valami... Megnézzük, hogy van-e még valami küldi. Jó, itt nem hiszem, hogy itt lenne bármi is. Ezeket meg tudti, hogy néztem, de megnézzük újra. Hol a sunyiban kéne, hogy legyen? Beszéljünk a szultának a feleségével. Oké, megvan. Jó, ezt megnézem a YouTube-on, nem fogok ennél több időt rászállni, gyerekek. Fingom sincs, hogy mi lehet a megoldása. Még, vártok... Mi történt? Nem tudok sehol sem kiugrani. Mondjuk az a helyzet, hogy... Ez mi volt? Ja, semmi. Jó. Mindenki nézi a... ördvűrű lámpását. Na, még egy dolog jutott eszembe. Jó. Tehát még egy dolog jutott eszembe, hogy... Hát, mi van? Érezd a hőséget. Hogy kimegyek. Galapagos régió. Ősi homok... romok. Nem-e ott volt valami, valaki, vagy várjatok, valami őr ott a, valami, nem, jó, figyeljetek, hagyom a sunyiba. Bocs, hagyom a sunyiba, nem érdekel. Küldetéskatalógus. Igen, nem tudom, Gallapolis nemesi házanyag könyves polcai. Nem értem, nem tudom, mindegy. Az a baj, Apollo
fejszéje, baltája. Pont most váltottam át. Annyira nem fontos nekem. Hoppá! Ezt lehet, hogy viszont így rászánom most ezt az időt, hogy barangoljak. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy az első erdőben néhány vízesésnél találod meg. Csak ugye nem tudom, hogy melyik első erdő. Hogy nézzük meg először, és ez a legegyszerűbb szerintem, hogy Kalamusz fúvola. Viszont nem tudom, hogy hol van az első erdő. Valahol középen, nem? Hogyha Arboriánál. Mindegy. Nézzük csak. Tehát, hogy először megnézem, mert azt a hamarabb be tudom járni, amit ugye a cettel tudok megközelíteni. Amúgy is rég ceteltünk. És akkor várjatok? Tehát, hogy? Első erdő. Nem tudom, hol lesz. Nézzük meg esetleg ezt. Erre mit ír ki? Nem. Azt nem hiszem, hogy az lesz. De megnézzük. Elveszett földön? Nem. Szerintem ez kell, hogy itt a legközelebb, ami itt van. First Forest. Ezt az egyszerűbb gyerekek bejárni, ez a leghamarabb, stb. És ha most itt lesz, vagy nem itt lesz, azt nem tudom. Ugye pont amit múltkor kerestem, az pont, hogy itt volt. Nem tudom, hogy itt lesz esetleg... Azt tudom, hogy a rendes első erdőnél, ami nem itt a cettel kell megközelíteni, azt tudom, hogy ott van... Hogy ott van... ja... Zuhatag. Ez mi? Semmi. Lehet, hogy nincs. És akkor már ugye itt vagyunk. Aha. Jó, az akkor pont, hogy nem itt lesz szerintem. Pedig akár lehetne. Habár igen, tehát hogyha a zoomatagot nézzük, akkor nem. Oké, mágia, és akkor zoom, és akkor... és akkor... Arboria... First Forest. Nem tudom, hova menjünk. A kempingre, csúcskempingre. Szerintem inkább lentre kéne menni, mert ott biztos, hogy voltak a közelben ilyen... zuhatagok. Na, és remélem, hogy ezt hamar megcsináljuk, és akkor ennyi. Hogy áll a csipet csapat? Jól áll a csipet csapat. Hogy vagyunk? Aha, várjatok. Hát nem tudom, hogy hol lesz. Remélem, hogy úgy... Tehát jelzi nekünk ilyen... narancssárga vagy sárga csillogással? Mindegy, valami eltörő csillogással. Szerintem nem tudom, mit csináljak, basszus. Szerintem nézzünk itt alul körbe. Először. Nem tudom, hogy arra van-e esetleg valami zuhatag. Ugye megnézzük. Már nem emlékszem már rá. Ne. Nem akarok most veletek foglalkozni. Hopsz. Oké, akkor nincs. Mert még mindig meg tudom azt csinálni, hogy akkor... Rászállom azt az időt, nem visszagyaloglok, hanem szépen visszateleportálok.
Hopsz. Itt van egy ilyen komolyabb zuhatag. Le tudunk most ott ugrani valahogy? Nem? És ott be is lehet menni. Csak ott arrébb? Aha, ott a bal oldalon is itt jövünk ki, ugye? Várjatok, Ácsi. Ó, a szobrokat nem kéne aktiválni. Nem. Hello, Bello. Hát itt meg csak annyi, hogy egy ilyen kincses láda van. Basszus kulcs! Lehet, hogy ezt is meg kell majd nézem a YouTube-on. Őrüled, gyerekek! Őrüled, de... Így van. És... hát még ott van... Ez mi is? Itt már megyünk ki. Lehet, hogy pont itt lesz, gyerekek, mert itt emlékszem, hogy itt föl lehetett ugorni, nem? És akkor itt, hogy... Na, itt lesz valami talán. Igen. Akkor lehet, hogy itt lesz. Jaj, ott megint beszoptam. Azt hittem, hogy itt lesz, de nem, hát itt kincses láda van. Tehát itt nincs semmi növény, nem látom, hogy csillogna bármi is. Ó, basszus kulcs. Persze elnézek erre. Aha. De hát nem. Győzzük le ezt a korral valakit? Oj, basszus kulcs. Az a baj, hogy az ilyen küldetések rohadtul elmosítanak. Hát nyomjuk ezt. Oh baby, az egyik az kritikus volt. Most ez a legjobb Henriknek. Képességek, hol vagyunk? Ja, Jade-del vagyunk. Ó, meg is lesz. Nem mondod, Reb? Nem. És ugye az a helyzet, srácok, hogy akkor bejártam ezt az alsó részt. Akkor menjünk vissza mágiával a... ide. És szépen bejárjuk azt a középső területet, és hát menjünk fölfele. Nem tudom, hogy hol lesz. Úgy tűnik, hogy az első erdőben néhány vízesésnél találhatod meg. Őrület. Isteni halm. Nem vettünk föl valami ilyen, valami filszof, akármi csodát? Isteni harmat. Nézzük már meg, basszus. Nem írta ki nekem, ugye? Vagy pont akkor kurva hosszan pislogtam egyet, mert unom. Hol vagyunk? Elemek? Nem hiszem, hogy itt a important itemsnél lenne. Ugye nem ide szokta berakni. Isteni harmad. Ja, valami magic water-t vettünk föl. Igen, de hát az nem az lenne szerintem. De még valamit vettünk föl.
Ami, még mondtam is, hogy az olyan, mintha... Olyan, mintha... manna pont visszatöltő italt vettünk volna föl, csak szerintem nem. Mi ez a life portion? Nem hülyeség amúgy. Ebből elixir, amely egyetlen... Abba az a nem tudom, hogy mennyire hasznos, mennyire jön be. Az pláne az, hogy egy erősebb ellenfeleknőre gondoltam. Nem Holy Water volt, ez biztos. Ja, meg hát, akkor figyeljetek, hagyjuk a sunyiba. Ugye itt voltam. Megyünk akkor középen. Remélem halljátok, remélem, hogy nem valami kurva fa mögött lesz, mert akkor hülyét kapok. Tehát, hogy nem egy olyan ravaszul elrejtett valami, hogy... Tehát, hogy még nehéz észrevenni is. Nem az, hogy egyszerű megtalálni, hanem még kimondottan így elrejtik valahova. Menjünk át. Amúgy se tudnám, hogy lehet ide lejutni. Vagy lehetne lejutni. Mindegy, rászállom erre ezt az időt, aztán mennyi az idő. Hát... Durván pont még egy másfél órás rész beleférne. Szűkösen. Az a helyzet, hogy már így itt vagyunk, srácok, szerintem, és nem tudom, hogy itt lesz-e már, vagy még. Basszus. Hopp. Vízesés. Nem emlékszem arra. Azt tudom, hogy itt az alsó részen, a középső részen voltak vízesések. Zuhatagok. Zuhatag és a vízesés? Hát nem tudom, lehet, hogy méretbeni különbségek vannak köztük. A zuhatag szerintem az nagyobb, nem? Nem tudom, meg kell nézni. Most csak úgy eszembe jutott. Hát ez őrület. Baszki. Ops. Erre kell majd fölmenni. Nem? Hogy vagyunk? Oké, még erre elnézünk. De itt nincs zuhatag. Vagy bármi. Pedig... Menjünk. Jó, oké. Picit nehéz is észrevenni szerintem, mert annyi az ilyen csillogó, villogó, foszforeszkáló növény, vagy gomba. Ugye a gomba az nem növény. Ugye jól emlékszem rá az bilogai órákról. Kurva régen voltam úgy. Mindegy, tehát tehát hogy nehéz észrevenni is. De szerintem az a baj, hogy... Tehát annyi időm nincs, hogy most utána nézzek a netem. Tehát hogyha most itt vége lesz, és... Ne, mit csináltam? Ha most ennek egy másfél óra akkor vége lesz a videónak, és jövök vissza még egy másfélet fölvenni, akkor inkább nekem az a tervem, hogy visszamegyek harcolgatni. És... hát nem tudom, azt vegyem? Ne vegyem? Igazából annyiból venni kéne, hogyha
ugye kiválasztom a végén ott valami jutalmat, és pont bejön akkor, azt meg jól lenne látnak. Látnátok. Ácsi, várjatok? Ott van, basszus kulcs. Itt van. Szerintem ez lesz az. Apuci megtalálta. Ez lesz az. Ez kell, hogy legyen. Nem. De, ott van. Azért, isteni harmat. Isteni harmat, megyünk is vissza. Hova kell visszamenni? Elfelejtettem. Hova kell visszamenni? Majdnem kész. Heliodor. Heliodor, de hol volt ez a bevúrnő? Teljesen elfelejtettem, hogy hol volt ez a bevúrnő. Vártok! Nem a Dantanba volt? Az a hülye jós... bevúrnő? Akkor lehet, hogy eszembe jutott így most már. Zoom. És akkor Heliodor, belváros. Még vicceltem is szerintem vele, hogy bevúrnő. Oké, akkor gyorsan leadjuk. Jövök vissza szerintem játszani a játékkal, csak akkor az már nem másfél órás lesz. De majd meglátjuk. Bocsánat, már megint ezért a püpürüpürümért. Rossz okássá már vált. Nem tudom, hogy hol lesz a bevúrnő. Remélem nem mentem túl rajta. Ne, valószínűleg nem, mert ott van a... pötty. Itt van. Na nézzük! De milyen szép! Mi van ennek a földlakó fiúnak a tányérján? Ez valami japán kifejezés lehet? Nagyon szépen hangzik, értitek? Szerintem, hogy mi van a tányérodon, értitek? De nem mindegy, én értem. De ilyen pincs. A szellemek beszélnek hozzám. Ó! Majd én beteszem egy üvegbe. Egy pep italt kaptunk. Isteni harmat. Nem tudom, hogy tudtad, de az isteni harmatot úgy is ismerik, hogy pepo. Ahogy a neve is mondja, pepo, és készen áll. Például lehet akkor még ilyet szerezni? Kár, hogy ez nem termelődik újra, ugye? Volt még valamilyen ilyen harmatos dolog valami barlangba. Nem is tudom, hogy hol. Gondolia? Ahogy kijöttünk és jobbra kellett ott menni? Fú, most majdnem elkezdett vérezni az orrom, annyira gondolkodtam. Jól van. Sajnos egy. Egyet kaptunk, kaphattunk volna többet is. Mindegy. Köszönjük! Kedves öreganyó, és akkor mondaná, hogy öreganyád a térdekalácsa. Oké, menjünk oda vissza, és mentünk egyet. Ácsi, várjátok, hova rakta? Ops, érdekes. Egyből mi kaptuk meg? Baby, hol van? Peppip, az oké. Hova rakta? Büdös banya, ott van. Hülye. Bocsánat. És akkor átrakjuk, hát természetesen Zozóhoz. Tehát egy csomószor volt olyan, hogy Zozó, Redhez rakom szerintem. Egy csomószor volt olyan, hogy Zozó nem is volt pepperön, de ugye valakinek volt peppereje, és mégis ugye megjelent, tehát hogy velem tudott pepperőzni. És ha jól emlékszem, Rebnél tök jó cuccok vannak, például, ha jól emlékszem, akkor nála van az, hogy a elaltatás. És ugye a kemény szörnyeket is el tudjuk altatni. De remélem, jól emlékszem. Na mindegy, változtatok egy picit a stratégián.
és nem magamhoz rakom a Pepitalt. Akár előbb is eszembe juthatott volna, de hát ugye, mint mondottam volt, nem én vagyok a legélesebb fejsze a pajtában. E viszont a legkedvesebb, meg a legszebb. Ha-ha-ha, aztán vagy elhiszitek, vagy nem. Még azt is mondanám, hogy lehet, hogy a kettő közül egyet biztos, hogy hazudtam. Oké, de nagyon hülye vagyok, basszony. Oké, igen. És akkor ennyi, meg egy balmi gyerekek. Kise lépek szerint, lehet, hogy a főmenüba így kilépek. Picit körbenézek, hogy minden rendben van-e, és akkor ennyi. És jövök vissza, és szerintem játsszuk egyből. Oké, megvagyunk? Megvagyunk. És akkor a következő alkalom, gyerekek, az, akkor az az lesz, hogy megyünk vissza a templomba, a facsemetés templomba, és ott csinálgatjuk a küldetéseket. És... hú, basszus, melyik volt a leghamarabb elérhető? Talán a bal oldali. Nem, az nem volt olyan bonyolult. Mindegy, majd megnézem. Oké? Sorry. Tehát nem kilépés a játékból, hanem vissza a címképernyőre. És ennyi. Oké? Tehát ez lesz a haditerv, srácok. Megyünk oda a facsemetés templomba, és ott gyorsan megpróbálom megoldani a feladatokat. Végig rohanok, ugye? És megpróbálom ugye legyőzni hamar a fő ellenséget, és ott kiválasztok valamit. Jó, rendítsek. Aki akarja, ezt nézi, aki akarja, azt nem. Jó? De ez lesz a feladat. Köszöntöm szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!